Október 15-től 4 órával meghosszabbítják a hajléktalan emberek számára fenntartott nappali melegedők nyitvatartását. A nappali melegedők és az éjszakai menedékhelyek nyitvatartása így illeszkedni tud egymáshoz. Életbe lépett az új szabályozás csomag, amely tiltja az életvitelszerű utcánlakást, azaz az utcai hajléktalanságot. A szabálysértési törvénybe csomagolt új jogszabály az egész országban tiltást vezet be, tehát már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem, írja az Index. Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, és a hatóságok felszólítása ellenére sem megy el onnan, a szabálysértést követel. A helyszín elhagyásának minősül az is, ha a hajléktalan bemegy egy szállóra, vagyis együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében. A szankció is szigorodott, a korábbi hatályos szabályokhoz képest. Eddig közérdekű munkát szabhattak ki a hatóságok, és ha ezt nem vállalta a hajléktalan, akkor pénzbírságot kapott. Ha fél év alatt háromszor kapták el, akkor elzárás jött. Az új szabály szerint viszont első körben ugyanúgy közérdekű munka szabható ki, de ha a hajléktalan ezt nem vállalja, elzárás jön. Nyíregyházán az Oltalom Szeretett Szolgálat már 18 éve segít a rászorulóknak, így jelenleg is több száz emberről gondoskodnak. Köszöntöm a stúdióban Laborci Gézát, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét! Hogyan segítik a hajléktalan ellátást ezek az új intézkedések az eddigiekhez képest? Ez a maga az utcai tartózkodásnak a kérdése, ez bennünket ugye közvetlenül, mint ellátórendszert nem érint, hiszen a városi feladat megosztás szempontjából az utcai szolgálat, az a periféria egyesülethez tartozik, de természetesen mint befogadó oldalról hát érint bennünket, meg hát egyáltalán a foglalkozás szempontjából. Én azt gondolom, hogy ennek van egy elvi része, amelyik nehézséget okoz, hogy nem a hajléktalanokat, hanem a kiváltó okokat kellene megszüntetni, és alapvetően azt gondolom, hogy ebben az egészben, ami egy nagyon komoly társadalmi jelenség, a hajléktalanság, itt senki nem tud egyedül eredményt elérni, hanem csak egymásra figyelve lehet. Nem komoly összefogás. Összefogás, így van. A törvényhozás, a kormányzat, a szakma, az ellátók, a civil szervezetek, a társadalom, ez egy bonyolult közös játék, ha szabad ezt így neveznem. Tehát a szociális háló az így alakul ki, és hogyha ehhez egyoldalúan bárki hozzányúl, akkor az nagyon rossz irányokat indít el. Tehát maga az, hogy ne legyenek a hajléktalanok az utcán, ez teljesen egyetértés van ebben, azt gondolom, hát minden. Mennyire volt ez jellemző egyébként eddig Nyíregyházán? Gondolom, hogy a rendelkezés, az új jogszabály az elsősorban a budapesti helyzethez próbált igazodni. Itt vidéken mi a helyzet? Én is azt gondolom, hogy Budapesten ebből a szempontból sokkal rosszabb a helyzet, hiszen Nyíregyházán, ahogy itt a felvezető részben is elhangzott, mi több száz hajléktalanról gondoskodunk hosszú évek óta azzal, hogy hívjuk be őket az ellátórendszerbe. Ehhez képest hányan vannak, akik életvitelszerűen az utcán tartózkodnak? Hát olyan 20-30 körülire lehet tenni, tehát maga a helyzet Nyíregyházán nem drámai, hiszen mondjuk 300 körül van akiket intézményi keretek között ellátunk, és ehhez képest van 30 ember körülbelül, aki az utcán van, 20-30. Őróluk ki gondoskodik, vagy ki segíti őket? Hát a Periféria Egyesület segíti őket, és hát nyilván most majd ők kerülnek a rendőrségnek, meg a hatóságoknak a fókuszába, figyelmének a fókuszába, de az ő elhelyezésükre a mi rendszerünk alkalmas. Tehát volt is már egy egyeztetés, a megyei rendőrkapitányság hívott össze egy nagyon jó egyeztetést egyébként, ahol nagyon hatékonyan és egymást segítve tudtuk megbeszélni ennek az új törvénynek a hatályba lépését és az azt követő összehangolt cselekvést, mert nyilván senkinek nem az a célja, hogy ezek az emberek, az utcán élők, ezek a büntetés végrehajtás intézetbe kerüljenek, hanem sokkal inkább, hogy bekerüljenek az ellátórendszerbe. Egyébként, ha már itt a büntetés végrehajtást említjük, mennyire visszatartó erő számukra az, hogy ha nem vállalnak közmunkát, akkor esetleg elzárás következik? Az a probléma, hogy azok, akik már az utcán élnek hosszú ideje,
azok legtöbbször már annyira leépült, vagy valamilyen szenvedélybetegség, vagy valamilyen pszichiátriai betegség következtében leépült emberek, akiknek már nem az a reális látószögük, mint nekünk. Tehát ők nem is értik. Nem tudnak közösségben együtt élni. Nálunk is vannak olyanok, akiket nagyon nehezen tudunk az ellátórendszerben kezelni, mert egyébként mondjuk pszichiátriai betegek, de amióta megszűntek a pszichiátriai intézetek, azóta ezek nálunk vannak. Ez nem szociális kérdés csupán, hanem ez már egészségügyi kérdés is. Tehát nem föltétlenül visszatartó erő, mert nincs is tisztába vele adott esetben. Azok, akik eddig sem választották, hiszen lehetőség lett volna, hiszen a kapacitás meg lenne arra az oltalomnál is, hogy ezek az emberek, akik eddig az utcát választották, oda bemenjenek, de valamiért mégsem választották. Amennyire én tudom, sokszor azzal arra hivatkoznak, hogy nem érzik biztonságban az értékeiket egy ilyen helyen. Igen, hát ez egy visszatérő szerintem nem reális félelem, hiszen éppen kezdettől fogva mi zárható szekrényeket biztosítunk az ellátottaink számára saját kulccsal, hogy akik bejönnek és visszatérők, azok a saját értéktárgyaikat fémszekrényben, csomag megőrző szekrényben tudják tárolni. Tehát erre van lehetőség, hogy ne kelljen nekik mondjuk az egész holmiaikat egész nap cipelniük, hanem egy részét ott kiveszik, és ezt mi megőrizzük, és vigyázunk rá. Tehát nyilván nem ez a fő probléma, hanem az a fő probléma, hogy nyilván egy éjjeli menedékhely, meg egy nappali melegedőn, ahol elég sok ember van együtt, ott azért vannak konfliktusok, nehézségek. Az együttélés szabályait nem mindenki tudja, és az a tapasztalatunk, hogy sajnos nem is mindenki alkalmas már annak a betartására, de most ezeket az embereket semmiféle törvényi erőszakkal nem lehet más útra vinni. Ugye az a szociális munkának az egyik alapszabály, hogy az ellátott és a szociális munkás között bizalmi viszonynak kell létrejönni, és ez a bizalmi viszony segítheti abban, hogy ő abból a gödörből, amelyikben van, ki tudjon törni, és ki tudjon jönni. És ezzel ez a probléma, hogy ezt a bizalmi viszonyt, ez az új szabályozás biztos, hogy nem erősíti, hanem egyfajta betoljuk a megfelelő ellátásba az utcán élőket. Mi azt tudom mondani, hogy a hajléktalan ellátás szempontjából, mint oltalomszeretett szolgálat, mindenkit be fogunk fogadni, mert azt, amióta mi végezzük itt a munkánkat, azóta még az ellátottunk közül se krízis időben, se azóta ugye, hála Istennek senki nem halt meg, és azért ezt szeretnénk folytatni. Persze ez azért sok problémát vet föl most az új rendszer szerint. Mit jelent az, hogy 4 órával tovább tart nyitva a nappali melegedő? Nem egyszerűen a nappali melegedő, hanem összesen a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely. Ugye, most hoztak egy szabályrendeletet, ami mellesleg per pillanat nem hajtható végre. Én intézményvezető vagyok, megjött a szabályrendelet, hogy 15 mai nappal ezt be kellene vezetni. A munkatörvénykönyve, amelyik magasabb rendű jogszabály, mint egy kormányrendelet, meg azt írja elő, hogy én 8 nappal előtte köteles vagyok a munkaköri megváltozásáról a dolgozókat értesíteni. Pénteken kihozták a jogszabályt, ma hétfő van, nem tudtam, hogy péntek és hétfő között 8 nap telt el, de nem lehet végrehajtani. Hát én nem mondhatom a munkatörvénykönyve szerint, mint intézményvezető, nem kötelezhetem a munkatársaimat a nyitvatartásnak a meghosszabbítására, addig, amíg el nem telik a 8 nap, és ők azt nyilatkozzák, hogy erre ők is fölkészültek. Tehát, és van elegendő munkatárs egyébként? Mert hát itt azért másfélszeresére növekszik a munkaidő. Na most ugye a fő probléma az, hogy ezt országosan egybe azt mondták, hogy reggel 6-8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőnek, és este 6-tól reggel 8-ig az éjjeli menedékhelynek. Nem azt mondták, hogy a egy-egy településen a szolgáltatók kötelesek a folyamatos nyitvatartást, és a helyi sajátosságokat figyelembe lehet venni, hiszen mi már most is a helyi sajátosságok figyelembe vételével tulajdonképpen... A 0-24-et tudnak biztosítani. Úgy, igen, de úgy, hogy
reggel 8-tól délután 4-ig van nyitva a nappali melegedő, és elmennek a másik helyre, és ott már fogadja őket a rendszer. És mondjuk téli viszonyok között ez teljesen életszerű, hiszen délután 4-kor már sötét van. Így van. Már most az őszi időszakban azt tudom mondani, hogy 3 óra, 2 óra, 3 óra körül az ellátottak elindulnak az éjjeli menedékhelyre, hogy még világosba odaérjenek. Most fölveszünk 2,5 embert arra, hogy körülbelül 3 órától 6 óráig malmozzanak a nappali melegedőn, az üres épületben, amire 99%-ban nem lesz kihasználva. Előfordulhat, hogy valakit odahoznak, nyilvánvalóan. De ezt ügyelettel, vagy bármilyen módon meg lehet oldani, mint ahogy a rendőrséggel is azt beszéltük meg, hogy ők, ha találnak valakit a perifériát, meg bennünket fölhívnak, hogy hol van hely, hova vihetik, és ki tud kimenni érte. Tehát ez helyi erők összefogásával ez a helyzet kezelhető. Ezt rendeletben ilyen rugalmatlanul megoldani, hogy 8-tól 6-ig, 6-tól 8-ig, ez szerintem szakmailag nem végig gondolt, közpénzpazarlás, egészen egyszerűen. Mennyivel növeli ez a költségvetést? Hát most annyit tudok így mondani, amennyit körülbelül így kiszámoltunk a munkatársaimmal, hogy nekünk minimum 2,5 státuszt föl kell vennünk, hát most 2,5 embernek a fizetése, plusz az ehhez kapcsolódó rezsikiadások. Arányaiban ez körülbelül, vagy egyetem mennyiből gazdálkodik az oltalom éves szinten? Hát mi körülbelül egy ilyen 500 millió forintból gazdálkodunk éves szinten, tehát elég jelentős a normatív támogatásunk, ebből tudjuk biztosítani a ránk bizottaknak a magas szintű ellátását. Tehát két embernek ma az átlag bére a járulékaival együtt, az több millió forintra rúg, tehát az nem olcsó. Mire használná ezt a pénzt, mire fordítaná, hogyha megtehetné? Hát tessék ide figyelni, nagyon sok mindenre, például arra, hogy a ránk bizottaknak a kivezetés, tehát hogy abból az élethelyzetből, amiben egy hajléktalan kerül, abból a gödörből kimászni, az nem könnyű feladat. Neki gondolom, minél többet tartózkodik ebben a helyzetben, annál nehezebb, tehát frissen kellene van. Még és felkarolni. Most azon dolgozunk, hogy egy zárt munkaerőpiacon segítsük őket, hogy a munkához visszataláljanak. És akkor mindjárt tudok sok jó példát mondani, mert hála Istennek a hajléktalanok, tehát a közmunkaprogramban nyertünk a hajléktalanok foglalkoztatására a közmunkaprogramot a belügyminisztériumtól, és itt 13 kliensünkkel dolgozunk most már második éve, és itt az egyszerű karbantartói munkáktól kezdve a családok átmeneti otthonában van egy varrodánk, ahol az édesanyák gyönyörű dolgokat varnak, meg segítik a munkát. Például úgy készültünk a krízis időszakra, hogy ebben a varrodában a családok átmeneti otthonában a hölgyek pokrócokat varnak a rászorulóknak. És az egyik nehéz helyzetben lévő segíti a másikat. Említette még a beszélgetésünk elején, hogy itt nagyon sokrétű összefogásra van szükség ahhoz, hogy ez a helyzet megfelelő módon kerüljön sínre. Itt Nyíregyházán ki mindenkivel tudnak együttműködni, most jó példákat már említett. Hát az egyik, amit mondtam, és én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy a megyei rendőrkapitányság hívta össze ezt az egyeztetést, ahol nagyon-nagyon együttműködő, tehát ők hívták a önkormányzatot, a perifériát, a bíróságot és bennünket, és így ültünk le, és kezdtük el végig gondolni, és egy újabb körben még találkozunk, hogy ennek a törvénynek a végrehajtását úgy oldjuk meg itt a városban, hogy ez nem a ellátottaknak a kárára, hanem a utcán élőknek még a javát is szolgálhassa. És ebben, hogy a rendőrség is nem jogalanyokat vagy eseteket lát, ez ebben a helyzetben ez nagyon-nagyon nagyon fontos, és én ennek nagyon örültem, hogy ez így van. Nyilvánvalóan, hogy minden krízis időszakban megvan a krízis kerekasztal, amikor leülünk a rendőrség, a mentők, az egészségügy, az ellátórendszerek, önkormányzat, hogy akkor kinek milyen feladata van, és egy ilyen jelzőrendszer alakuljon ki abban, hogy a rászorulókat tudjuk segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy Nyíregyházán
évek óta ez a fajta hatóságoknak, meg civil szervezeteknek, meg az egyházunk által fenntartott szeretett szolgálatnak az együttműködés, ez nagyon jó, és hát nem is voltak itt, hála jó Istennek, problémák. És tudtuk, reméljük, hogy ez így is lesz, tudtuk, és ezen a télen sem kell szomorú hírről beszámolnunk. Labóczi Géza, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.